Loch Ness után, hát egy negyed órát, ha jöttünk, és megérkeztünk Invernessbe. Ez az NC 500 fővárosa, mondhatjuk így? Nem, az NC 500-nak a induló és végállomása. Tehát itt van a kiinduló pontja és a végállomása. Inverness egyébként a skót felföldnek a fővárosa. Ja, akkor annak a fővárosa úgy. Igen, összekavart. Eléggé nagy, szép sétáló utcai vannak, meg ide, itt van a Ness folyó talán, és amellett lehet sétikálni, biciklizni, kirándulni. Nagyon szép, nagyon jól néz ki. Most éppen egy ilyen forgalmasabb részre jöttünk, és Invernessen áthaladva fogunk megszállni valahol, vigyázzál, mert itt mindjárt karambolozunk. Invernessen csak áthaladtunk, és utána elindultunk megkeresni az aznapi szállásunkat. Elvileg ide jöttünk, meglátjuk ott a tenger. Tenger? És akkor itt megyünk, és itt kell keresni a parkolót. 200 yard. De itt is meg lehet tanulni. Hát igen, nekünk az a jó, hogy ugye követjük a Park Fortnite-ot, de hát mi nem ilyen nagy, itt van. Hopp, és már jönk is. Ugye mi kis autóval vagyunk, tehát sokkal több helyen meg tudunk állni. Na hát akkor kérem szépen, akkor éjszakára elvileg ez lesz a szállásunk. Hello! Ezzel az emberrel fogok együtt aludni már megint. Kirak, mondjad. Megérkezésünk teremére, már kap egy szájdert. Én már nyitottam egyet magamnak. Az hideg? Hát hideg. Akkor jó. Akkor ott az őszállé, végzünk egy sört. Nézzétek meg, milyen szép kilátásunk lesz ma éjszaka. Én nekiállok mindjárt laptopon videókat vagdósni, ilyen 10 perceseket, meg szerintem akkor ma leizuhanyzok itt. Ma zuhanyunk ám. Miért? Fürdőruhába. Úgyhogy, na kíváncsi leszek, hogy milyen lesz itt az éjszaka, meg a reggel. Meg hogy meddig jön fel a tenger. Hát szerintem addig, ameddig soros. Majd meglátjuk. Amíg én a szájteremet ittam, és vágtam a videókat, addig Zoli elment, és felfedezte a környéket. Talált egy romot is, oda is bemászott, körülnézett, és erről is készített egy rövidke videót. Felébredtünk, összekészülöttünk, kicsit sokáig tartott, mert ugye nem a mi méretünk ez az autó, úgyhogy kiben járkáltunk, ketten nem nagyon férünk el, de megoldottuk végül is, és nagyon-nagyon szép volt a reggel a látvány, ahogy kiléptünk az autóból, láttuk a tengert, ott volt a madarak, nagyon jó kis hangulatos volt, most pedig megyünk egy kilátó ponthoz, ahol elvileg lehet delfineket is látni. Majd meglátjuk, hogy látunk-e delfineket, vagy sem. Ahol most éjszaka töltöttük az esténket, az tényleg nagyon-nagyon hangulatos volt, nagyon természetközeli és nagyon jó volt. Hiába volt mellettünk a főút, azt szinte alig lehetett hallani, nem zavart minket. Delfin vadászaton vagyunk. Fókát már láttunk. Fóka és delfin. Csak az előbb adtam egy kis ízelítőt, hogy itt megy a hajó. Itt kéne nézni a fókákat, a delfineket délbe jönnek. Én még nincsen dél. És ott meg a ködös skócia.
Hát Zoli fényképezett pár képet a strandról, láttunk pár fókát, azt máskor is szoktunk látni, most nem látjátok, amúgy most is kint van az egyiknek a feje. Vártuk a delfineket, de semmi. Ott is csak a hullámzás van, amit a hajó hagyott. Azt mondták, hogy délbe lesz, ugye? Még mindig nincs dél. És hogy ha elmegy a hajó, akkor felkavarja a vizet, és akkor lehet, hogy előjönnek a delfinek. Zoli, azok hullámok, ugye? Azok nem delfinek ott. Azok csak sima hullámok. És nézzétek meg, milyen köd van. Itt vagyunk. Majd leírásba berakom, hogy ez melyik hely, mert nem tudom kimondani, nem is emlékszek, mert kicsit bonyolult. Nevei vannak ezeknek a helyeknek, és ha valaki erre jár, akkor meg lehet nézni. Meg kell nézni, mikor lesznek delfinek. Mindig a árapályhoz viszonyítva vannak. Mi nem néztük meg, mi csak random kijöttünk. De itt egy nő mondta, hogy aki sétáltatta a kutyákat, hogy kb. Délbe lesznek. Itt voltunk majdnem 2 óra hosszát, semmit nem láttunk, úgyhogy megyünk tovább a következő úti célunk fele, amit még nem tudom, hogy hol lesz, majd mindjárt kitaláljuk a kocsiban, onnan megint bejelentkezünk. Sajnos nem láttunk, pedig nagyon jó kis öböl, nagyon szép öböl. Egyszer Zoli, mintha látott volna egyet, fókákat azt többet láttunk, egyszerre 2-3-at is. Ők jobban előjöttek, a delfint azt nem. Pedig akkor néztük, amikor mondták, hogy elvileg mikor kéne, hogy itt legyenek. Sőt, még ráhúztunk egy órát is. Na, a következő helyszínről megint bejelentkezek. Ennek a kisvárosnak a tengerpartján voltunk. Delfin nézőbe, bár az nem jött össze, de nem baj, ugye megyünk tovább. Kerestünk egy WC-t, úgyhogy amíg leparkoltunk, addig gyorsan megmutatom, hogy itt vagyunk. Elhagytuk a kisvárost, és ilyen erdőn megyünk keresztül, de legalább autóval, és nem gyalog, mint tegnap a Loch Ness-nél. Na most írta a GPS, hogy nagyon zsúf volt ez az út, nem volt senki, csak ez az egy kocsi előttünk, de most már látjuk, hogy miért. Ott építenek valami utat, és már most állunk is meg. Tényleg zsúf volt, és hát bedugultunk ide. Most ismerkedünk amúgy a kis camperben élettel, a lakóautós élettel, úgyhogy most találjuk ki a szabályainkat, a saját szabályunkat, úgyhogy Zoli is elmondja, hogy mikre jutottunk. Első körben arra, hogy nem szabad sokáig aludni. És alapvetően egy hétvégi napon fölkelek 9 órakor, az teljesen normális. De egy ilyen esetben, amikor kirándul az ember, az már nagyon késő. Mert onnantól, mire fölkelünk, megkávézunk, megregelizünk, összepakoljuk a vent, és nekiindulunk, általában ilyen 10:30-11 szokott lenni, és ez nagyon késő. Most is ilyen 11:45-12 felértünk oda az első látványosságra, nem akartunk nézni. Most van már 13, és még tulajdonképpen semmit nem csináltunk ma. Tehát megbeszéltük, hogy legkésőbb 7:30-kor föl kell kelnünk. Úgysem vagyunk fönt olyan sokáig, mint alapvetően szoktunk, mert mi egy kicsit éjszakai baglyok vagyunk, tehát általában ilyen 11 évfél, 1 óra felé szoktunk lefeküdni normál esetben otthon. De most nem, mert lefekszünk ilyen 10:30-11 fel a legkésőbb, de inkább a 10 óra jellemző. Ha 10-kor lefekszünk, akkor meg 7:30-ra simán föl lehet már kelni, tehát alapvetően sokkal több időnk lesz mindent csinálni. Hát mert mindig azért kell fölkelni korán, mert nem olyan egyszerű összekészülni ebbe a vembe. Igen. Este ugye eléggé szétpakolunk, ugye lépcső, meg az ágy, meg kell ágyazni, a cuccokat el kell rakni, tehát minden, ami ugye az ágyom van napközben, be van dobálva, hogy utána a fülkébe ide előre, akkor innen ki kell pakolni, vissza kell innen rakni, tehát nem olyan egyszerű. Kávét főzni, lehet, hogy holnap esetleg felveszem, de már végülis nem, már láttátok. Mit? Élőben is. Hát, hogy mekkora helyünk van ott készülődni, mert most ugye, ahol most voltunk éjszaka, ott volt nekik külön egy pad, amit mi nem vettünk észre,
De mindegy, tehát mindent ugye előkészíteni, előpakolni. Úgyhogy már most alakulnak a szabályaink, hogy készülődjünk el reggel. Igen. Meg csak egy kávét iszunk, amíg készülődünk. Mert most is még megittunk még egy második kávét is. Pedig Zoli nem is szokott két kávét inni reggel. Akkor... Most kivételesen annyira jó volt a reggel. Ki is raktam a Facebookra egy történetet. Meleg volt, meg olyan jó környezetben voltunk. Igen, tehát fölkeltünk, és jó volt fölkelni. Kellemes, nem volt az a nagyon hideg, nem volt az a döglesztő hőség, és olyan jó idő volt, nagyon tetszett. És ittem is két kávét. De mindesetre a mondásnak van azért alapja, aki korán kell, aranyat le. Ha delfint nem is. Mert egy darab delfint. De láttál egy fél delfint. Igen, egy pillanatra így egy ilyen szürke hátat láttam kibukkanni, tőlünk egy olyan 50 méterre, de kb. Annyi volt, most láttunk semmi többet. Na, most folytatjuk utunkat, aztán nem tudom, hol megyünk? Riflen, valami, valóban. Jó van. Majd, hogyha odaérünk, akkor megmondjuk.